Öt disznó kóborolt napokon keresztül a hatos út mellett Bonyhád térségében még novemberben. Az állatok veszélyeztették a közlekedőket. A házi sertések szökéséből végül rendőrségi ügy lett. A gazda szabályszegést követel, és vele szemben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást lehet indítani. Ez történt a hatos úton kóborló malacok gazdájával szemben is. Vagyis a felelőtlen gazda alapesetben pénzbírsággal sújtható, de ha kiderül, hogy a disznókat rossz körülmények között tartotta, akkor állatkínzásért is felelnie kell, amiért már börtön is járhat. Amúgy ilyenkor mi van? Jócskán meglepődött a sofőr, ez hallható ezen az amatőr videón. A disznó Bonyhád belvárosában sétált, a kocsinak meg kellett állnia, hogy az állatot átengedje az úton. Tolna megyében egyre több a hasonló eset, az egyik Facebook csoportban kifejezetten gyűjtik az olyan fotókat, amiken elkoborolt az utakat rovó házi állatok láthatóak. A rendőrség szóvivője szerint, ha ilyen esetet lát valaki, azonnal bejelentést kell tenni. Olyan esetben, amikor az utcán kóborló állatot, akár kutyát, akár ugye volt olyan eset is, amikor disznót látnak az utcákon, akkor azonnal bejelentést kell tenni a helyileg illetékes önkormányzathoz, és ebben az esetben ők tudnak eljárni. Vagyis belterületen az adott önkormányzatot kell értesíteni, lakott területen kívül pedig a rendőrséget, ha az út mentén kóborló háziállatot lát valaki. Ha egyébként egy ilyen eset miatt személyi sérüléssel vagy tragédiával végződő baleset következik be, akkor a felelőtlen állattartó akár letöltendő börtönbüntetést is kaphat.